Üdvözlök újra itt mindenkit az Alkonyat erdőben. Én vagyok Egon, és ma megváltoztatom ezt a divatosan rózsaszín baltát, hogy kevésbé legyen, hogy is mondjam, meleg árnyalatú. Tehát teszek hozzá olyan módosítókat, amivel megváltozik a külseje, valamint egy másik dolgot is megcsinálok, amire csak felvétel után jöttem rá igazából, az pedig az, hogy nem lehet az ilyen egyszerű batboxban, az ilyen elemdobozban feltölteni sajnos a páncélomat. Ezért kénytelen vagyok csinálni másféle dobozt, amit használhatok ahhoz, hogy feltöltsem benne a páncélomat. És ez pedig ez a bizonyos MFE, amihez kell ilyen energiakristály, meg ilyen kétszeresen szigetelt aranykábelezés, meg persze az általános gépkeret, de hát azt könnyen megcsináljuk. És igazából most használva a minimum követ, szerintem meg is tudom szerezni a szükséges gyémántokat. De, csak hogy érdekesség legyen benne még, valószínűleg úgy fogom csinálni, hogy csinálok kettő gyémántot így, meg megpróbálok csinálni ilyen ipari gyémántot. Hát, mondjam úgy ilyen sajtolással készült gyémántot, ilyen tömörítéssel készültet. Itt van, ez az. Szén, igen. Ilyen széngolyó kell hozzá. Igen, ehhez pedig széngolyó. Hoppá. Na igen, ehhez 8 szén kell. Oké, hagyjuk a francba. Szóval azt úgy kéne csinálni, hogy így 8 darab szén port csinálok, azt összerakom egy kovakővel, ezt összetömörítem, aztán ezt a tömörített izét, amihez kell igazából 8x8, az 64. 64 szén kell hozzá, meg még 8 darab kovakő, meg még egy darab obszidián, és ebből lesz a széntömb, és a széntömböt kell pedig tömöríteni utána, hogy gyémet legyen. Tehát 64 darab szén kell, és én most nem is akarok annyit elpazarolni egy gyémántra igazából, most jöttem rá, de azért legalább megmutattam nektek, hogy hogy lehetne még csinálni, hogyha esetleg rengeteg szenetek lenne. De nekem inkább aranyból van az, amit el tudnék, hogy is mondjam, vetni, ki tudnék vetni. Mivel aranyból van még rengeteg nekem szerencsére. Na, vöröskő kell még hozzá. Nem is csak ennyi, de ennyi már biztos elég lesz. És ebből csinálunk 4 darab ilyen energiakristályt. És utána pedig megcsináljuk a vezetékelést. Az se nehéz igazából. Úgy. Duplán vezetékel. Ebből kell 4 darab, ha minden igaz. És gépkeret, energiakristály. És utána pedig a vezetékelés. És kész is van az MFE. Nagyszerű. Kaptunk is egy ilyen achievementet, egy ilyen teljesítményt. Szuper, akkor ezt pedig ide rakom szerintem, és remélhetőleg át fogja vinni majd az energiát. Habár csináljuk úgy. Ja igen, megcsináltam persze alumitból lapátot, meg csákányt, meg a ezért is felhasználtam, azt az felmaradt moszat kristályt, hogy abból csináljuk nekik nyelet. Na, ezt szépen szétszerem. Ezt ide leteszem. Jó lenne elforgatni. És amint ezzel kész vagyok, és feltöltöttem szépen a páncélomat, megyek is, és felfedezem azt a bizonyos labirintust. Na, úgy, az alján van, nagyszerű. Úgy. És akkor így az a kivezető vége, ami ide megy a dobozba.
Azért, mivel nem akarom azt a töltést elpazarolni igazából. Na, és ezt pedig szépen megtöltöm szénnel, pontosabban faszénnel, mert... Basszus! Basszus! Ennyit arról, hogy nem akarom elpazarolni. Jó, felrobbant. Nem tudom miért, fogalmam sincsen őszintén, de felrobbant. Fene! Fene! Biztos túl nagy feszültség volt neki. Gondolom. Gondolom, hogy az lehetett benne. Na, ezt szétszerem. Emel fel. És ide teszem. Úgy, ott a kivezető vége. Jó, ott van a kivezető vége. Kellemetlen. És ráadásul el is pusztult teljesen. Fene. Na. Ma is tanultunk valami újat. Hogy ez az MFE, ez kicsit más feszültséggel dolgozik. Gondolom, hogy azért, mivel más feszültséggel dolgozik, és ezért nem akarta, hogy ez így működjön nekem. Na mindegy. Így jártam. Órul. Oké. Úgy. Na. Beteszem a páncélzatomat. És akkor már is újra csatlakozok hozzátok. Amint feltöltődött a teljes páncélzatom, és már töltődik az MFE. Igen, ehhez igazából jó lenne talán valami feszültségátalakítót használni, mielőtt rákötöm az áramhálózatomra, mivel nem szeretnék még egy ilyen robbanást azért, mégsem. Nagyon kellemetlen lenne. Na, nézzük csak. Mi van még, amit még meg kéne csinálnom indulás előtt? Tudom is igazából, megmondom. Van egy ilyen sisak, amit szeretnék csinálni. Hát ezt javasolták nekem néhányan, és aztán utána is néztem, hogy egy ilyen sisakot például tudok csinálni, de egyébként más dolgokat is lehet csinálni ebből a vasfából, meg abból az acéllevelekből, viszont acéllevelekből nincs elég, vasfából meg nem akarok annyira szórakozni, viszont ez nagyon jó nekem, hogyha majd merüléshez kell. Akkor ezen kívül még, nézzük csak mi van. Hát nekem most ez abszolút nem kell. Akkor ezen kívül még kéne égetni. Na, ahhoz kéne mondjuk a szén. Ami nincs, kár. Szóval... Kéne égetni ilyen pókszemet, meg ebből csinálni ilyen blaze port. És ezt a blaze port pedig felhasználom a csákányomon. Csákányomon, dehogy is a baltámon, hogy ilyen lángoló tulajdonságot kapjon. És ugye, már sokkal jobban néz ki így. Ezt szépen rápakoljuk mind, hogy a végén legyen majd egy jó kis lángoló tulajdonsága. Bírom egyébként, hogy itt még mindig az van, hogy meg lehet adni a nevet, pedig már van neve. Itt tök jó lenne, hogyha megcsinálnák azt, hogy mondjuk kiszürkítenék, ilyenkor is beírnák azt a nevet, ami már egyébként is van neki. Az azért frankó lenne. Na. Ennyi volt, el is fogyott. És akkor most pedig pókszem. Oké, pókszem. Hogy kell pókszemet? Fermented. Igen. Ja, jó van. Ezt izével kell. Cukor. Na, az van szerencsére, cukornád. Épp az imént arattam tulajdonképpen. Úgy, cukor. Akkor 4 darab. Ó, pont jó, amúgy is 4 feleslegem volt. És akkor cukor, meg gomba, szuper. És ebből pedig azért kellett 4, mivel pont 4 van a pók ellenes képességre, és hát persze ezt fogok rátenni igazából, mivel ez egy támadó eszköz, tehát megpróbálok minél több olyan dolgot rátenni, ami támadásán erősít. Úgy né, szuper. Na. Akkor még egy módosító hely van. Jó.
És mi van még? Mi van még? Hát ezt nem veszem fel. Mármint, hogy nem fogom most hordani, majd hogyha merülése kell, merülni kell. Magyarosan beszéljünk azért már mégiscsak. Csinálok még faszanet szerintem. Nézzük, miből csináljuk. Úgy. Azt oda betesszük. Úgy legyen faszén. Faszán, faszén. Ezt ide visszateszem. Az nem kell most. Aranyat is elteszem igazából. Halat azt viszem magammal. Ezeket ide leteszem. Úgy. És ez ide. A vörös kő a helyére. Ide. Ebből most nem csinálok ezért problémát. Nem fogok azzal szórakozni. Fát azt mindjárt ide beteszem. Ó, nagyszerű, mindjárt kész is van. És akkor van-e még bármi igazából? Ami még kellene, páncélzott megvan. Szerintem nem. Nincsen semmi más. Ami úgy kellene. Ez itt szépen dolgozza fel ezt a faszenet. És akkor én pedig indulok a mélységbe. Hú, már egy picit izgulok miatta, hogy vajon mit fogok odalent találni. De vajon miért nincs hangja az esőnek? Érdekes nagyon. Na mindegy. Ez nem akadályoz meg abban, amit készülök. Hú, már most izgulok. Már most izgulok. Mi fog odalent várni engem vajon? Ki fog odalent várni vajon? Ah, még több taknyok. Jaj, basszus kulcs! Visszajött! A rohadék! Úristen! Na, most van nyilam, most felkészültem, te szemét. Hol vagy? Ott vagy! Szétlőllek! Há! Elkaptalak. Ó, és kaptam kis ridikült tőle. Jaj, de jó. Na nézzük ezt a képességet. Az igen! Hú, nem semmi. Kemény lettem ettől, nagyon. Haszta. Jó erős ez a csatabalta. Mondjuk, nem is csoda. Ez csatabalta. Na, az kis aprókat meg szétszedem a hosszúkat. Az úristen! Tűnj innen! Te jó ég! Tudtam én, hogy hallottam valamit, de azt a rohadt mindenit. Hú, basszus kulcs! Te jó ég! Oh! És a rohamozását épp csak kikerültem. Hú, basszus! Te jó ég! Hú! A franc! Frász hozza rám ez a Minotaur, komolyan mondom. Uff! Jaj, basszus. Eszméletlen. Hangulatos meg minden ez a hely, de... Ah! Oh, dermesztően rémisztő. Hol van még ilyen sok moszat? Hallom, hogy cuppognak össze-vissza mindenfele. De hol cuppognak ilyen sokan? Jaj, itt van még egy. Azaz, kemény vagyok ettől a buffoktól, ezektől az erősítésektől. Sokkal erősebbeket ütök, ahogy észreveszem. Húha. Kemény dió. Na, a süti ez segít. Az éjségemen mindenképpen. A gyógyuláshoz is segít, azért elég sokat. Fú, ez meg elég jól bírja. Hát, azért már 10% lement belőle, szóval. Csak óvatosan. De jó ég. De jó ég, már ilyen mélyen vagyok. Azt a rohadt mindenit. Na innen ki kéne jönni azért mégis. Ah, halál! Halál rátok! Az igen! Figyelitek mekkorákat ugrok? Ettől a képességtől? Na, mi ez? Ez is állandó sebződés. Ezek a moszatok így ilyen kicsi formában is sebeznek, hogy miért? Az az. Aha, igen, ezek eléggé... Ah, idegesítőek. Basszus kulcs. Ah, fene a pofájukat nekik. Idegesítőek nagyon. Ó,
Király, mit találtam? Ó, ez szuper, ez nagyon kell. Ez nagyon kellett. Fú, annak most baromi. Ennek is, azt a mindenit. Na, ez 4. Mennyi hiányzik róla, nem tudom. De ezt is viszem magammal igazából. Hú, hát ez baromi jó. A boltámat egyébként kidobtam. Mármint, hogy ott hagytam a bázisomon. Mert nincs rá szükségem szerintem. Ide lent. Legalábbis úgy gondoltam, hogy nem lesz rá szükségem. Na, azt azért felveszem. Azt a masszatot innen. Ó, oh, jaj! Hű, miért van a sötétség ide lent? A mindenért. Na, veletek is elbánok könnyen. Ajjaj, hallom, odafent már. Minotaurok készülődnek. Hú, basszus. Szádborzongató ez a hely. Komolyan mondom. Na? Inkább jobb oldalra pakoljuk már ezeket. Kérem szépen. Úgy. Oké. Hú, basszus. Na? Valaki? Valahol? Csak még több maszat? Azért a frász hozná rám, hogyha egy Minotaur és semmiből rám támadna. Na? Áhá, még egy maszat. Na? Fárasztók ezek a maszatok komolyan. Sokan vannak és idegesítőek eléggé. Egy lezárt rész. Úristen, mert beszélgetek. Az is jól jöhet későbbre végül is. Ez a rács. Legalábbis díszítő elemnek. Másra nem igazán jó. Tudtam ma. Az az érdekes, hogy van olyan kerítés is, ami mondható végül is rácsnak. Talán az IC2 adta hozzá, hogy ilyen vas kerítés. Érdekes. És az is hasonló célt szolgál. Bár azt hiszem lehet máshoz is használni. Na hát itt még egy ilyen kirobbanás, hogy mi a franc lehet ez, nem tudom. Nagyon furcsa. És itt is egy ilyen lezárás. Ha, meg a maszat már ott vár a másik végén. De velem rosszul jár. Na végzek vele könnyedén. Na nem lapáttal ezzel. Na igen, majd azzal lesz gond, hogy hogy javítom meg ezeket az eszközöket, amiket alumíniumból készítettem. Csak azzal lesz gond igazából. Lényegesebb gond. Na? Kis moszatok. Idegesítőek. Ó, dobott egy csarvan kipéget. Az nagyon jó. Ha esetleg meghalni, akkor nagyon jó. Érdekes. Víz. Mondjuk nem is a víz az érdekes, hanem hogy befolyik valahonnan. Ó, ott is egy láda, nagyszerű. Ez elég tök jó ez a hely. Mozdatokat leszámítva, eléggé tűrhető. Mi volt ez a hang? Jaj, basszus! A francba! Ez megijesztett. Az igen! Ez a hely azért tényleg fel van készítve rendesen a behatolók ellen. Az igen. Remélem a cuccokat azért kidobtam magából. Remélem. Nem. Sőt, csapda volt csak? Üres láda volt? Nem tudom. Lehet, hogy sose fogom kideríteni most már. Na mindegy, így jártam. Kéne még, basszus, kéne még több fákja. Na kifagytam belőlük. Meg nem tettem ki a gumit se. Na mindegy, legalább van nálam süti, úgyhogy nem leszek éhes. Már az is valami igazából. Na. Kő. Kő, kő. Az kő. Úgy, és kijövök innen. Mekkora lehet ez a labirintus? Vajon, basszus, kulcs. De jó ég. Tűnj innen! Tűnj innen! Azaz. Erősebb vagyok, mint te. Ha! Könnyen végeztem bele. Az igen. Kicsit erősebb a fegyvereim. Kicsit.
Oj! Mész innen? Na, most támadj! Te szemét! Ha, ennyit értek. Nagyon gyengék basszus. Mármint, hogy ehhez a fegyverhez képest. Tényleg elég gyengék. Wow! Milyen gyorsan is futok ráadásul. Na, itt lesz valami vagy valaki? Ajjaj, ez aggasztó ez a hely itt eléggé. Láda. Jajjaj, basszus kulcs! A rohadt életbe. A frász hozta rám. Na, beakadtál, tesó? Milyen helyzet? Úgy. Ennyit érsz. Úristen, frászt hozzák rá. Aha, aha, nem spannoltak többen. Nem hagyom. Na, ott is van spannel? Nem, ott nincsen. Jó, oké. Basszus. De nincsen nálam izé. Nincsen nálam fákja. Pedig az ki... Aha, ez jól jön. De király. Mondjuk ezzel sokra nem megyek. Bors, azt így kidobom, azt felveszem a táskámba. Úgy, automatikusan. Na ez most jól jön mondjuk. Nagyon is. Nagyon is. Ó, meg ott izé bugos. Ha! Jaj! A rohadt életbe! Úristen! Hú, basszus! Félelmetesebbek egyébként, vicces, félelmetesebbek egyébként, mint amennyire veszélyesek. Legalábbis most már. Számomra. Ajjaj. Na, hátba ne támadj, mert frász fogod rám hozni. Na. De könnyen elbánok ezekkel már, basszus. Tűnjön. Na. Aha, itt van. Basszus. Vattok néhányan azért, ahogy elnézem. A francba. Nagyon rossz környékre jöttem. Basszus kulcs. Hú, most jön jól az a páncél, amit csináltam korábban. Most jön nagyon jól. Basszus kulcs, mennyien vagytok ki rohadékok. Kis moszatok. A francia meg őket. Mennyire megzavarnak. Meg a kardom is el fog törni. Sok kis szar miatt. Mennyi XP-t kapok, te jó ég. Hajd meg. Az igen. Nagyon gyorsan végzek ezekkel. Mondjuk ez tényleg kizárólag annak köszönhető, hogy ilyen frankó baltát csináltam. Úgy. Ti sem értök többen. Ó, itt meg szabad ég alatt vagyok. Az mondjuk egy dolog. Basszus, hallom, hogy valamerre nagyon sokan vannak ezek a minotaurok. Na, ezt hagyjuk inkább. Mondjuk azt hiszem együttéssel azokat a gyökereket is ki lehet ütni. Bár csak a valós életbeli gyökerekről is el lehetne ezt mondani. Na? Ez tök jól néz ki meg minden, de... gyakorlati haszna most annyira nincs nekem, mivel sokkal jobb páncélzatom van, mint az. Az tényleg csak arra lenne jó, hogy... díszítés, vagy valami. Hogy így csinosan néznék ki benne. Maximum. Majd ha esetleg szivacs utána mered ebbe a dimenzióba, akkor majd felveszem és ebben fogadom őt. Ez úgy jól hangzik. Pusztat! Láttátok? Láttátok? Kevét? Mennyit ütöttem rá? 14-et? Az azért nem kevés. Sőt, ez rengeteg. Na. Kis szar. Kis szar darabom. Na, ez is bugos. Pedig... ó, tényleg, de jó! Királyság! Mennyi fákja! Na, ezek végre ki tudom világítani a környéket. Anélkül, hogy aggódnom kéne az miatt, hogy kifogyok. Meg hallom, itt vannak ezek a minotaurok, de... tényleg már csak azért félelmetesek, hogy hátba támadnak, vagy valami. Egyébként már nem félek tőlük, láthatóan nagyon jól bírom. Ohó, ott látok valamit. Aha. Azt nem fogom hagyni. Hűha, te aggódok. Ide lent van valami? Ne hallom, tőlem egy picit feljebb azért vannak minotaurok.
Na. Monacit. Ó, de jó, csak szimplán is szét tudom ütni. Királyság. Akkor viszek is az magammal a szuvenírt. Ennyi volt. Ennyit ért. Úgy. Hú, basszus, hol vannak ilyen sokan ezek? Na? Aranyalma, az király. Az nagyon jó. Szén, szén. Ó, abból csinálok fákját. Hát, végülis csinálhatok belőle fákját. Csinálom a keeping. Hát, abból már van néhány. Úristen, mennyi van már belőle. Most látom csak. Na, fákját azt el fogom tudni használni szerintem. Ó, ja, hogy az volt az. Hogy ilyen botlódrót. Hú, ezt azért még Peti mondta. B-boy. Nagyon vicces szerintem, nagyon vicces fordítás. Lehet, hogy tényleg így kell fordítani, de szimplán csak nagyon viccesnek találom. Hogy így lefordítani ezt a tripwire-t, botlódrót. Baromi viccesen hangzik szerintem. Hallottam már vicces szavakat a magyar nyelvben, de ez a legviccesebb, amit eddig hallottam. Mondjuk persze annyira nem vicces, mivel csak egy szó végül is, tehát... Sok vicces nem nagyon van benne, de... Én nagyon viccesnek tartom ezt a szót, botlódrót. Legalábbis, hogyha ilyen hülyén helyti az ember, mint ahogy én. Na? Erre már nem is hallok semmit. Mi ez, vihar alatti csend? Kéne félnem? Kéne aggódnom? Rengeteg fákját találok itt, basszus. Felesleges is volt elhasználom azt a sok izét, szenet. Habár nem is volt olyan sok, szóval végülis tök mindegy. Na. Nézzük csak. Hol lehetnek azok az átkozottak, akik itt cuppogtak, meg bőgtek az előbb? Hallom őket pedig. Kis moszatok, ti nem értek semmit. Szintet léptem, 40-es, hát azzal is mit érek, 40-es szint. Ezéhez lenne jó, hogyha ilyen... Na, varázslatokat tennék. Ilyen enchantokat, vagy miket. Ilyen megbűvöléseket. Az eszközeimre. De hát nem teszek, mivel másféle eszközöket gyártok eleve, nem sima Minecraftosokat. És azokon, mint például ezen is, van, csak más úton. Na, 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 vissza, 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 mennyi. Rád kifejezetten tartogattam ezt, te rohadék. Hú, de utállak téged és a fajtádat. Mondjuk azért jól jön az a lőbor, de attól még utálom benne. Ja, az mi a fene? Uram, atyám, mik vannak itt? Még szerencsére könnyű kikerülni ezt a lövedéket. Oh, oh. Még meg is mérgez. Rohadék. Na, te mész innen. Hagyjál békén. Menj innen. Bitterstein. Tényleg. Beatles play metal. Jaj. Ebbe egy olyan jó angol viccet lehetne hozni ilyen helyzetpoint, hogy the only situation where Beatles played metal. Mivel a Beatles az egy rock együttes, nem pedig metal együttes, de ez, hogy is mondjam, ilyen kettő vagy háromszorosan is bennfentes poén. De basszus, hol lehetnek azok a minotaurok? Hallottam őket. Ja, most meg a bázisom alatt járkálok. Most is hallom őket. Na, vissza. Most is hallok pókokat. Hol vannak ezek? Na, esnek lefelé a pókok valahonnan. Nevetséges. Komolyan ez nevetséges. Ha, és beleugrik. Gyönyörű. Ó, oh, jaj, mennyi nem, mennyi nem, mennyi nem. Mérgező pók. Hú, basszus, én azon nem akarok szórakozni. Aha. Na, ez nem. Ez nem olyan, hogy... Na, ezzel kéne. Aha, vas.
Azt így kidobom magam elé, azt fel fogom venni. Igen, akkor ez nem kell. Maze wafer. Mi a fene? Szén nem kell. Jobban kell ez. Nem tudom mire jó, de jobban kell. Erre felé találok valami újat. Jó lenne már haladni valahova. Na, pókokat hallok. Hát benne támadjam. Na. Ohó, ez itt mi? Ja, én ezt bányáztam ki. Legalábbis ez a bányász területem. Mert na, konkrétan nem én bányáztam ki. Aha, Minota úr. Szabasz. Ohó. Nagyon támadni akarnak. Ah, és eldobta a boltáját. Tök zsír. Na, pusztuljatok. Ajaj. Végülis örülök neki egyébként, hogy ilyen könnyedén megy. Aránylag könnyedén. És nem szenvedek vele, mint ahogy tartottam tőle, hogy fogok. Annak mondjuk örülök tényleg. Azt is fel tudom venni még. Áj! Ebbe belerohantam. Elég csúnyán. Úgy. Fú, mennyi moszatom lesz ezután. Azt a rohadt. Az igen. Ebből aztán tudok csinálni majd eszközöket rendesen. De még mennyi eszköz? Az igen. Csak így belegondolva. Szén. Hú, ez mondjuk nagyon jó lenne bányászni. Miután ezt az egész területet így kivilágítottam, minden. Azután majd jól lehet itt bányászni. Itt már voltam. Körbe-körbe járok. Erre valami új. Semmi új. Érceket majd kiszedem. Majd. Hát azt hiszem, a következő részig megpróbálok találni valami érdekeset. És amint találok, újra csatlakozok hozzátok.